Köszönöm a lehetőséget, tisztelettel köszöntök mindenkit, előjárókat, kutatótársaimat, vendégeket, és amielőtt elkezdeném az előadásomat. Mi itt egy fűtött helyiségben vagyunk, melegben. Gondoljunk egy pillanatot azokra, akik most is kün teljesítenek szolgálatot, havas esőben, hóban, rossz időjárás körülmények között, de helytállnak a határon. Aki nem etheti saját katonáit, hamarosan idegen katonákat etethet, tartja egy középkori mondás. És ez valóságos, ókorban, középkorban, és amint látjuk, napjainkban is. A vadászterület, a szállás, az ország területének megvédése a mindenkori közösség, törzs vagy állam feladata volt. Kell egy véderő, ami az adott terület határait kijelöli, és ez mindenki számára legyen nyilvánvaló. Így egyértelmű az illetéktelen behatoló számára is, hogy átlépte a határt, átlépett egy határt, és így egyértelmű egy fegyveres támadás is, vagy a határ tiszteletben tartása is. Az idők során számolhatunk passzív és aktív határvédelemmel, illetve kombinált határvédelemmel. Kutatásaim során felhasználtam forrásokat és saját katonai tapasztalataimat is, hiszen aki ismer, tudja, hogy tartalékosként is, katonaként is szolgálok. Tavasszal Koszovóban voltam a KFOR-ral, és gyakorlatban is az utóbbi 35 évben minden héten részt veszek 3-4 edzésen. És köszönöm a harcosztársaimnak, hogy itt vannak. A passzív határvédelem lehet természet által kiépített sáv, erdő, folyó, hegy, sivatag, és lehet emberkéz által kiépített passzív határvédelem, ilyen például a kínai nagyfal, ezt mindenki ismeri, vagy a római limes. De szervezett támadást élő erő védekezés nélkül a passzív határvédelem nem tud megállítani. Tehát kisebb létszámúakat vagy lopva behatolókat igen, de szervezett támadást már nem. Ehhez kell egy hadsereg, és a hadsereg háta mögött egy támogató társadalom. Bármennyire igyekeznek a határőrök, a határvadászok helytállni a határon, ha nincs mögöttük egy támogató társadalom, egy olyan országvezetés, ami ismeri és becsüli az ő feladatukat és munkájukat. A római limes, a Maginot vonal, az Eben Emanuel erőd nem volt képes megfelelő élőerő használata nélkül megállítani sem a sztyeppei lovasokat az idők során, úgy omlott össze a római limes szinte évtizedeken belül, ami azelőtt évszázadokon keresztül meg tudta állítani a gyalogos népeket. Jön egy új kihívás, jön egy új harcmód, jön egy a korábbinál jóval gyorsabb, és a rómaiak számára ismeretlen harceljárás összeomlik. Ott van a Maginot vonal, Eben Emanuel erőd. Sem a franciák, sem a belgák nem számolnak az ejtőernyősökkel, nem számolnak a légierővel, illetve a páncélos haderő és a motorizált egységek újszerű alkalmazásával. Az Eben Emanuel erőd 20 perc alatt adta meg magát. Mindehhez szükséges megfelelő erő, megfelelő szervezettség, akarat és társadalmi támogatás nélkül hiába az ősök által épített vár nem fogja megvédeni a hazát napjainkban. A magyar határvédelem a középkorban egyrészt támaszkodott sztyeppei örökségre, sztyeppei nomád örökségre, ami már akkor egy ezer éves régiséggel rendelkezik, és természetesen alkalmazkodnia kellett az új körülményekhez, új földrajzi feltételekhez és új kihívásokhoz. A sztyeppei nomád népek határvédelme azon túl, hogy kialakítja a gyepüt, amely folyó esetén is, meg hegyvidék, meg sivatag esetén is egy nagyon jól körülhatárolt vidék, hogy ne legyen sem embernek, sem állatnak étel, ital, szállás ezen a területen, illetve ne tudjon rögtön lecsapni, megsemmisíteni a saját országunknak az infrastruktúráját, de észrevehető legyen az aktív határvédelem által, mindig a sztyeppei nomád népeknél találkozunk katonailag kiváltságolt népcsoportokkal, határőrkörzetekkel, és ezt nagyon jól alkalmazták a kismegy a cári orosz irodalmat, vagy a cári orosz terjeszkedést keleten,
tehát Közép-Ázsiában és Orosz-Távol-Keleten, hogy hogy szervezték meg a helyiekből a különleges határövezeteket, határőröket. Legyen ez jakut-kozák, legyen ez kaukázusi egység, legyen ez akár mongolokból. Ez egy cseppei örökség, a Mandzsú császárság 1911-ig használja, majd képeket fogok mutatni, fényképeket erről. Az első információ erről az aktív, mélységi határvédelemről, ami nem a határól kezdődik, hanem felderítéssel kezdődik, mélyen a határokon kívül, hiszen egy középkori mondás szerint is hírrel győz a had. A szkitákról Hérodotosz 4. könyvében írja, hogy nem menekül el senki előlük, és nem is lehet őket utolérni. A mindenkori sikeres hadviseléshez szükséges a tűzerő, mozgékonyság és páncélvédettség, és ennek a helyes aránya. És ennek a megfelelő helyen, megfelelő időben való alkalmazása, de mindez semmit nem ér, megfelelő hírszerzés és felderítés nélkül. Tudjuk, hogy a szkíták Darius támadása esetén alkalmazták a felégetett föld taktikáját, azaz elhajtották a nyájat, felégették a mezőket, betömték a kutakat, forrásokat. 1051-ben találkozunk a magyarok esetében is evel, és mindig, írja Hérodotosz, egy nap távolságra voltak a perzsa hadaktól. A 1051-es Magyarország ellen való támadáskor a német hadsereg, idézem a forrást, a német hadsereg számára a magyar haderő pillanatra mutatta meg csak magát. Nyilván, hogyha az ellenség nem látja a mi hadainkat, ő nem rendelkezik információ, hogy hol vannak a saját csapataink, mekkora erővel rendelkezünk, ez már néha földgyőzelem. Na, a szkítákról azt írja, hogy mindig egy nap távolságra voltak. Amikor levélváltásra kerül a támadók és a szkíták között, úgy válaszol a szkíta király, én azelőtt sem futottam ember elől félelemből, és most sem futok, mert mi békeidőben is ezt tesszük, azaz nomadizálnak. És utalok ugye Vizi László mondatára, illetve a parancsnokor mondatára, hogy békében kell felkészülni a háborúra, akkor már nagyon késő, hogyha már ott vannak a határon az ellenséges csapatok, vagy az illetéktelen behatolók. A szkíták amúgy meg éjjel és étkezéskor támadtak a perzsákra. Ugyanevel találkozunk 1051-ben a magyarok esetén is, akik szerették éjjel megtámadni a behatoló német birodalmi hadakat. Hunokról, Sima Csien, kínai történetíró, elég részletesen ismerteti, hogy hogy építik ki a hunok a gyepüt, Modu vagy Maotun, egy határmenti semleges területet hoz létre, és ugyancsak az ő szájába adja a kínai történetíró, hogy az ország alapja a föld, senkinek nem adom oda. Semmilyen behatoló nem bitorolhatja a hazánk földjét. Modu, ha kellett, visszavonult, amikor Liu Bang császár, egy nagyon tehetséges Han császár megtámadja, és ami mélység egy hosszú visszavonulás után megint találkozunk a magyar hadaknak a 1051-es vagy 1030-as események során, hogy mélyen visszavonulnak, majd körülzárják az ellenséget, elvágják utánpótlási vonalaikat, és megsemmisítik. Modu a Baidang hegységnél fogja körül Liu Bang császár csapatait. De ugyanennek a taktikának alkalmazását látjuk Krisztus előtt 111-ben, amikor a Xinghue folyóig vonulnak vissza a hunok, és ott kezdik el a tárgyalást a kínaiakkal, de idézem a forrást, de ő sem látott egyetlen hunnut sem. Tehát a hunnu hadsereg láthatatlan volt a kínaiak számára. Gu Yi kínai hiába üzeni a hunoknak, hogy mire jó ez a hasztalan futás, és messze északra bujkálni. A Sanyű, az a hun nagy király nem engedte magát beugratni ebbe az összecsapásba, és később nagyszerű győzelmet aratnak a számbelileg jóval náluk nagyobb kínai sereg fölött. A mesteri felderítés, az időzítés, a visszavonulás és a bekerítésnek az alkalmazásának lehetünk tanúi itten. Az avarok és a türkök idején ugyan ezt írja le a Cao Cu, Tang császár 628-ban. Arról panaszkodik írásaiban, hogy a türk támadás az uralkodó váltáskor következett be, mert a türkök mindig kihasználták a bizonytalan állapotokat, ezeket nagyszerűen felderítették, kipuhatolták, és akkor csaptak le a kínaiakra. Nagyon jellemző a Kültegin oszlopán, az orhoni oszlopokon, hogy a határőr szó jelentése a türköknél jezek, azaz karakcsi,
ami egyúttal elővédett, felderítőt, kémet is jelent. Tehát ezt a szót alkalmazzák a határőrökre, határőrök megnevezésére. A magyaroknál már 1000 előtt is találkozunk evel, hiszen már említette a professzor úr a gyepű létrehozását, valamint ugye az ENSZ folyót, mint határsávot, viszont német forrásból tudjuk, hogy az ENSZ-től nyugatra Kremsmünster bencés monostorát 70 évre kiürítették a németek. Kremsmünster az ENSZ-től 20 kilométerre van nyugatra, mert annyira bizonytalanná vált számukra és a mindennapi élet ottan. És a 10. századi magyar szövetségesi hadjáratokra a következő jellemző. A hírszerzés, diplomáciai előkészítés, időzítés és a pontos végrehajtás. Tudjuk, hogy mindig hívják őket. Ismerik a magyarok harcértékét ebben az időben, akik képesek nagy távolságokra is eljutni. Ebben az időben semmilyen más nyugati vagy bizánci hadsereg ilyen rövid idő alatt ilyen nagy távolságra képtelen volt eljutni. Hiszen a magyarok 915-ben eljutnak Dániáig, 934-ben Konstantinápolyig, 937-ben az Atlanti-óceánig és Kápuáig, 942-ben Leridáig, ez a Pireneus-félsziget közepe, és 968-ban Tesszalonikiig. Teszik mindezt akár téli időben is. Gondoljuk el, milyen nehéz most levezetni, úgyhogy autópályák meg, alagutak meg, viaduktak vannak, téli időben levezetni mondjuk a svájci-francia határcsücskébe. Magyar hadaknak 2 hónap kellett, hogy téli időben is megtegyék ezt az időt eddig a területig. Képesek voltak nyílt nagy csatákban győzni, és ehhez, ha leszámítjuk a hadakozást, csak az utánpótlást megszervezni, a lovak és emberek élelmiszerrel való ellátását, ez már egy óriási feladat. Valószínű, hogy nem véletlenül, 1000 után is a magyar határőrökre a latin források a következő szavakat alkalmazzák, exploratores, speculatores, explorator, speculator, vagyis felderítő, kém. Mindez aktív határvédelmet jelent, nem passzív, nem csak állnak azon a határsávon, a Szántás-Innercsi oldalán, hanem egyben hírszerzőként is működnek. Hasonló a sztyeppei nomád népeknél és a már említett mandzsu birodalomnál, és az orosz cári világban, hiszen a mandzsuk 1911-ig, Sun Yat-sen forradalmáig ismernek a határon katonailag kiváltságolt övezeteket. De most ez miért jó a határőrövezet? Helybeliek laknak ottan, a helybeliek ismerik nagyjából egymást, ismerik a nyelvjárást, és ahogy idegen beszivárog, rögtön ki tudják szúrni. Ugyanezt alkalmazzák az oroszok, a cári oroszok. Nem tudom, hogyha valakinek jelent az a szó valamit, hogy hattyúvadászat. Helybeli, idézelve kozák alakulatok, akiket megbíztak avval, hogy lóval portyáznak a vidéken, illetve magas fákra fészkeket hoznak létre, de mind helybeliek nagyon jól ismerik a nyelvjárásokat, népviseleteket és csempészösvényeket. És főképp koreaiakra vadásznak, abban a 19. század végén kínai és koreai bűnözők és csempészek próbálnak behatolni a cári birodalom területére. Ezeket a helyi kozákok felszámolják, illetve a raktáraikat és telepeiket is minden évben fölégették. Hasonlóan a karaul feladat volt a mandzsu birodalom különleges határőr övezeteinek, harcosainak számára. Most kérném szépen a képeket. 19. század 80-as évei. Mandzsu birodalomban ők mongolok. Tehát egy különleges határőr övezetben vannak, feladatuk az, hogy portyázzanak, ott van a családjuk, tehát ők nem fognak elfutni, nem fogják otthagyni azt, mert a családjuk azon a vidéken lakik. Fénykép. Látszik, hogy a modern lőfegyver mellett még az ősi fegyverzetet is használják. Következő képet kérem. Szintén mongolok. Mandzsu különlegesen, különleges jogokkal ellátott határőrök. Mind az ősi, mind a modern fegyverzetet használják. 1880-as, 90-es években készült a fénykép. És a következőt kérem. Itt már látszik, hogy Mosin Nagant puskákkal vannak ellátva, tehát 1900 körül készült a fénykép. Szintén mongolok, különleges kiváltságokkal rendelkező határőrsávnak a katonái. Modern lőfegyverrel, de hagyományos ruhába, közelharci fegyverekkel és lószerszámmal vannak ellátva. Köszönöm. 1030-ban, amikor II. Konrád támadt már Magyarországra, professzor úr említette már, hogy korábban a magyar hírszerzés nagyon jól működött, amikor a püspököt a zarándok útján már visszafordították német földre.
És majd amikor 1030-ban bekövetkezik a német támadás, először a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák, azaz visszavonulás, majd ellentámadás. Vipó, a császár udvari kancellárja azt írja, Magyarországról katonasság nélkül és semmit sem érve tért vissza, minthogy a hadseregét veszélyeztették, és Bécsben a magyarok elfogták. Tudjuk, hogy a birodalmi sereg visszavonult, és még Bécset is a magyarok körülkerítették az ellentámadás során. Az 1031-es békében István megkapta Lajta Fissa közét, és egy kis területet a Morvától nyugatra. A magyar stratégiai és taktikai fölénynek lehetünk itt tanúi, és a politikai bölcsességnek. Egyrészt a stratégiai és taktikai fölény az volt, hogy nem próbált először szembeszállni, hanem hagyta, hogy az utánpótlási vonalak elnyúljanak a császári sereg számára, utána az adott időben egy kőkemény ellentámadás, és az ellenfél üldözése, szakadatlan üldözése egész Bécsig, és a politikai bölcsesség, hogy utána meg békét köt. Kihasználja, és nagyon jó időpontban békét köt. Első András király alatt tudunk besenyő telepítésekről Magyarországra, és ezeket általában a határ és az útvonal őrzésével bízzák meg. Ilyen a Fertőtő környéke, ilyen a Talmácsi szoros, jellemzően a mai napig a román katonai térképek is úgy jelzik ezt a területet, hogy Podurja Bisineului, azaz besenyők erdeje. Ez a jelenlegi román katonai térképen is így írja. A Mura mentén telepítenek besenyőket, a Morva szorosban. Ugyanakkor tudjuk források szerint, hogy csatában a székelyek mellett a felderítés volt a feladatuk, ők képezték az előhadat és visszavonuláskor az utóhadat. A Tomaj nemzetség egyik ágát pedig a Tisza egyik átkelőjénél, az Abádi révnél telepítik le, hiszen az országon belül az is stratégiai pont. Első András 1051-ben vívja nagy honvédő harcát harmadik Henrik támadó német csapataiból. Tudjuk, hogy ez egy nagy birodalmi sereg, nem egy határmenti német sereg, hiszen júliusban indulnak Regensburgból, és ott vannak a bajorok, a szászok, a frankok, a svábok, a burgundok, a lombardok, a karantánok, a lengyelek és a csehek. Ez egy óriási haderő. Nagyon bölcsen a magyar sereg először visszahúzódik, és szeptemberben Lajta, Fertő, Hanság, Rába, Rápca térségéig engedik behatolni a birodalmi hadakat. Ez egy mocsaras vidék, azon kívül vannak a fakapuk, láthattuk az előbbi előadáson a rekonstrukcióját azoknak az erődítéseknek, portának írják latinul, sáncok, illetve fakapuk, amelyek a magyar határvédelmet erősítették. Ugyanakkor a német birodalmi hadak nem számolnak egy ténnyel, ami súlyos hiba részükről, magyar részről pedig kihasználják, ez pedig az esős nyár. Az időjárás az egy nagyon fontos tényező, mind támadáskor, mind a honvédelemben. Aki a II. Világháborút kicsit jobban ismeri, és Otto Skorzeny emlékiratait olvasta, 1941 őszén megemlíti, amikor októberben elkezdődnek a hosszú esők, és akkor ő legyint, hogy így nem fogunk Moszkva alá időben odaérni. Be is következett. Tehát az időjárással számolni kell a hadjárat során, az egy tényező. De gondolhatunk Napóleon oroszországi hadjáratára, vagy a már említett II. Világháborúra. Három útvonalon támadnak a német csapatok, a csehek a Dunától északra Nyitra-Garan vonalán, Gebhard püspök utánpótlást hoz hajóhaddal, és az alaforrás vidékén a fősereg. Tudjuk, hogy a felperzselt föld taktikáját alkalmazván áttelepítéssel, hírzárlattal és nagyszerű dezinformációval, hiszen meghamisítják a császár levelét, az utánpótlást szállító Gebhard püspököt visszafordítják, és majd Bársonyosnál a visszavonuló német seregre ugyancsak egy csapást mérnek. Az események ismertetére nincsen idő. Pusztán összegzéskor elmondhatjuk, hogy a középkor folyamán tanulni lehetünk, hogy azt a határvédelmet mind keleten, mind nyugaton néha újjá szervezik, új elemeket telepítenek, például az ország közepében a kunokat, aztán tudjuk a székelyeknek a megszervezését. Két érdekességet mondok befejezésképpen, hogy mennyire fontos a magyar határvédelemben a felderítés. Ez ugyan késő középkori. Székelyföldön tudunk katonai szolgálat alól felmentett falvakat, ilyen Bereck, ilyen Zágon, ilyen még több háromszéki falu. A lakosok feladata, hogy Oláhországba, Moldvába kereskedjenek, utazzanak és információt szerezzenek, és azt időben mindig leadják. Összegzés. 900 és 1301 között az Árpádok hadserege sikeresen védte meg a magyar államot.
A magyar állam létét pusztán egy hadjárat fenyegette, az 1241-42-ös mongol invázió, ami a keleti határtól egészen az Adriáig képes volt behatolni. Más idegen sereg nem ért el az ország földrajzi közepét se, egyetlen más támadó sereg sem. Az itt lakóknak lét és jogbiztonságot adott a magyar állam. Befogadott keletről és nyugatról telepeseket, legyen az akár Besenyő, Kun, Kálisz, német területről érkező, latin területről érkező, csupán az ország törvényeinek tiszteletét és a magyar szokások tiszteletét követelte meg tőlük. Nagyobb belháború, az ország létét fenyegető, tartósan hosszú ideig tartó belháború nem volt. Nem volt nagyobb éhínség és nemzetiségi ellentét a Turul dinasztia uralkodása alatt, és ha az környező országokat megnézzük, akik más birodalmaktól fügtek, illetve alárendelt szerepet töltöttek be, vagy többször szétestek, széttagozódtak, most akár a kijevi Rusz, akár Lengyelországra gondolunk, Magyarország regionális független nagyhatalom volt, aminek a létéhez kellett egy bátor és hazaszerető hadseregre. Köszönöm.